Lám, egy burgonya püré elkészítése mennyi veszőtséggel jár? Fárasztó, időigényes és gazdaságtalan, de a Knorr burgonya püréből készült körek pillanatok alatt tálalható, és olyan pompás, hogy bárki megnyalja a tíz ujját. Knorr, minden nap új varázslat. Hála a természetnek, ebben a kis szemben tízféle ásványi anyag és vitamin van. De ha nem fogyasztják le időben, akkor egyre kevesebb és kevesebb marad benne. Az igló versenybe száll az idővel. A megfelelő pillanatban leszedett szemeket a lehető leggyorsabban 4 órán belül lefagyasztjuk. Így az igló zöldségekben annyi vitamin, ásványi anyag és zamat van, amennyi egy dobozba csak belefér. Igló. A föld legjava, és most csak 99 forintba kerül. Indul a Nestlé új akciója. 101 értékes nyeremény vár a Nestlé kávék és csokik vásárlóira. A fő nyeremény. Valóra váltjuk 1 millió 1 forintos álmát. Amikor eszünk valamit, szánkban a pH érték olyan szintet ér el, amely órákig tartó marósavas hatást vált ki. Ez fogszúvasodáshoz vezethet. Ezért evés után rágjon cukormentes Rüglíz extrát vagy Orbitot. Rágás közben visszaállítják a száj egészséges pH értékét, és megszüntetik a roncsoló savas hatást. A cukormentes Rigliz Extra és Orbit segít megelőzni a fogszúvasodást. 5 fogorvos közül legalább 4 ajánlja. Száraznak éreztem a bőröm. Rájöttem, a tusfürdőmmel van a baj. Bármilyen típusú is a bőre, pH értéke 5,5. Ennél a legtöbb tusfürdő pH értéke magasabb, így száríthatják a bőrt. Ezért bemutatjuk a Johnson's pH 5,5 tusfürdőt, amely kíméletesen tisztít és segít abban, hogy bőre egészséges maradjon. Johnson's pH 5,5. A természetes krémhatás. Asszonyom, adja kölcsön a férjét egy hétre. És megmutatjuk önnek, mekkora fordulatot jelent a konyhájában a Héra, az új főző margarin. Mert Hérával az ételek könnyebbek, egészségesebbek és megőrzik eredeti ízeiket. Szóval garantáljuk, hogy egész családja szeretni fogja, még a férje is. Mert a Héra kiemeli az ételek valódi ízét. Kedves nézők, a további programról tájékoztatom önöket. Hamarosan Rádai Mihály műsora következik, az unokáink sem fogják látni. Aztán 18:27 ismét forog majd a szerencsekerék. A vetélkedő műsor után 19:07 a gyerekektől veszünk majd búcsút. A Kukori és Kotkoda és a Bátor Tintanyú sorozatokból egy-egy újabb részt vetítünk nekik. 19:30 a híradó jelentkezik. Utána a meteorológus mondja el a néhány nap óta most már az új eszközök birtokában minden eddiginél teljesebb előrejelzését. Aztán 20:08 a Telesport jelentkezik és tájékoztat bennünket a nap legfontosabb sport eseményeiről. 20:21 egy ausztrál szórakoztató játékfilmet vetítünk, Crocodile Dundee 2 címmel. Ez folytatása az első résznek, hiszen ez természetes. Így azután ismét feltűnik majd a kicsit furcsa, konzervatív figura, ezúttal New York utcáin, és meglehetősen furcsa a helyzet, amikor ez a farmer a New Yorki skinheadek társaságába kerül, de azért arra is szüksége lesz, hogy a bátorságát megmutassa, hiszen szerelmét szült elrabolják. Olyasmit szeretnék venni Velinek, amit csak itt lehet kapni. Mi az? Hello. Talán egy párnát a kocsijába, amire ráhímezték, hogy szeretem New Yorkot. Ébredj, gyöcsi. Te abból érsz, hogy gyilkolsz? Nem vagy valami ügyes. Más munka után kéne nézned. Dagölj meg! Túl nehéz a fejed, öcsi, még lepottyasz. Csak nem akar elengedni! Ne dobjon le! Milyen esélyed van? Jó. És annak mi az esélye, hogy kijutsz innen ezzel a Jackie-vel? Perces a Crocodile Dundee 2, ha valaki esetleg rögzíteni akarná. Aztán 22:12 a Kedvencek újra című sorozatban ma este Körbendi Jánossal találkozhatunk. Bánk Iván rendező néhány
korábbi sikeres kabaré fellépéséből válogat, és így ismét üdvözölhetjük Körmendi Jánost. Na láss, ha rüzgönyű, csak nekem kell szólni, és kiskolyán, itthon vagyok. Tudom, tavaly is két poloskát vittem el innen. Gratulálok, és most azzal együtt hány darab van otthon? Na mondhatom, szeretem ezeket a vigész vicceket. Szerintem maga pillanatokon belül hortyogni is fog. Na ná, majd okarinázni fogok. Maga kicsit sem ér. Yeah. Na hát, azt már hallottam, hogy valaki ballábbal kell földön, hogy ballábbal fekszik. Vagy forgalom itt már. Hallja, minden szálloda tele van. Hova jöjjön? A Petőfi. Nem olyan régen itt a televízióban találkoztam Bodrogi Gyulával és Vojt Ágival, ők készítik elő már az Éjszaka című műsort. Talán kicsit furcsa lesz neki is, hogy nem olyan régen láttuk a Koppányi Aga testamentumában jóval fiatalabban, és ők elmondták, hogy a Budapesti Kamaraszínház társulatát mutatják be az Éjszaka mai adásában, annak zenei és prózai tagozatát, akik a Józsefvárosban vagy az Asbóth utcában járnak előadásokat megtekinteni, azok jól ismerik ennek a színháznak a tagjait, de a teljes tábor találkozhatnak ma este az Éjszaka című összeállításban. És aztán 1 óra 40 perckor vetítjük majd Gerard Uri, a népszerű rendező, egy meglehetősen könnyed vígjátékát, Vanília Fagylar címmel, egy francia-olasz filmvígjáték, amelyben a szoknyabolond férjet megpróbálja Móresre tanítani az addig hűséges feleség. A Boccaccio-i történetet modern környezetben és gyönyörű helyszínen, Capri-szigetén forgatták. Hát ez a TV 1-es mai programja. És akik a nagy hét végén egy kicsit ünnepibb hangulatra vágynak és olyan műsorokat keresnek, azoknak hadd ajánljam a TV 2 ma esti gyönyörű szép koncertjét, amely 20 óra 5 perckor kezdődik Bach János passióját. A passió műfaja szerint Jézus Krisztus szenvedésének és halálának története. Amikor Johann Sebastian Bach a lipcsei Tamás templom kántori állására pályázott, akkor komponálta ezt a művét, amely a szenvedés történet egyik legizzóbb és legszebb zenei megfogalmazása. Térjünk vissza a TV 1 mai műsorához. Rádai Mihály műsora következik. Ugye nem olyan régen fejeződött be a Koppányi Aga testamentuma című film. Nos, érdekesség ennek a programnak, hogy a Koppányi Aga testamentuma történelmi helyszínre is ellátogat, és aztán Nyírbátortól Sopronig ma is számos érdekes helyszínre kalauzol el a műsorvezető. Következik tehát az Unokáink sem fogják látni sorban 88. adása.